Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 5 ponttal verte a Szegedet a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A negyedik helyen végzett a Magyar Kupában a Fátum Nyíregyháza. Elismeréssel szólt a fedett pályás bajnokságról az Atlétikai Szövetség elnöke. A német Bamberg szakmai stábjában dolgozik a nyíregyházi Jakab Máté. Megszerezte 9. bajnoki győzelmét a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a Szegedet verték 86-81-re. A Nyíregyháza szerezte az első kosarat, a második perc végén azonban már a Szeged vezetett. Az első negyedet 3 ponttal nyerték a vendégek, és a második 10 percben újabb 2 pontot tettek hozzá előnyükhöz a tiszapartiak. Fordulás után folytatódott az üldözőverseny, a cápák a 27. percben érték utol ellenfelüket. A Szeged azonban visszavette a vezetést, a záró negyedben felváltva estek a kosarak. A végjáték a hazaiaknak sikerült jobban, így Pető Ákos együttesen megszerezte 9. bajnoki győzelmét. Szeged nagyon jól kezdett, és mondhatnánk, hogy extra dobásokat dobott be, de ők egy ilyen jó dobókészségű csapat, tehát ez igazából nem is volt, úgy gondolom, hogy tőlük extra. Érződött rajtunk azért a válogatott szünet alatti kihagyás, tehát lassan kezdtük a mérkőzést, de úgy gondolom, hogy nagyon jó egyéni teljesítményekre ott Ritis az elején nagyon megtolta a csapatot, úgy gondolom. És ki kell emelnem Mokánszki Mátét és Alonso Kolment, hiszen Mokánszki Máté az első fél időben, Zókoman pedig a második fél időben adott egy olyan stabilitást a csapatnak védekezésben, és olyan momentumok voltak, amivel meg tudtuk fordítani a mérkőzést. Gratulálok a Szegednek, mert nagyon tényleg egy labdás mérkőzés volt, tehát bármelyik irányba eldőlhetett volna, és szeretném megköszönni a közönségnek a szurkolást. Ritis Pipilász 20 ponttal, közte 4 triplával járult hozzá csapat a győzelméhez. Puhán kezdtünk, az első 20 percben sok támadó lepattanót engedtünk, és hagytuk az ellenfelet, hogy betörjön a festékbe. Onnan kiosztásokból üres dobásaik voltak. A második félidőben nagyot küzdöttünk, fizikálisabbak voltunk, leszettük a lepattanókat, járattuk a labdát, igazi csapatgyőzelmet arattunk. A vendégek edzője érthetően bosszus volt az elrontott végjáték miatt. Az első fél időben se voltunk igazán jó ritmusban, de ott a védekezésünk jól működött, jobban, és ennek köszönhetően pár pontos előny volt a fél időben. Kicsit hasonló mérkőzés volt szerintem, mint a szegedi, ahol a Nyíregyháza alakíthatott volna ki nagyobb előnyt a Szegeden, itt pedig én úgy gondolom, hogy mi alakíthattunk volna ki egy kicsit nagyobb előnyt. De lényegtelen ez a része. A második fél időben elvesztettük támadásba a ritmust. Sajnos azt gondolom, hogy följavult a Nyíregyháza támadó játéka is. Ez okozta a vereségünket. Sajnálom, hogy kikaptunk. Szerintem jó mérkőzés volt, összességében egy labdás meccs volt. De hát ez most így alakult. A szegedi Kendrick Hook szerint a második fél időben mutatott gyengébb támadó játékuk volt a vereség oka. Az első félidőben kifejezetten jól játszottunk. A másodikban aztán rosszak voltak a támadás befejezéseink. Több hibát elkövettünk, mert nyomást helyezett ránk az ellenfél. Dolgoznunk kell tovább, javítanunk kell a hibákat, és küzdeni a következő mérkőzésen. A forduló további eredményei a következők. Kaposvár Szolnok 75-80, Zalaegerszeg Albafehérvár 73-83, Szombathely Kecskemét 97-76, Körmend Sopron 84-77, Pécs Oroszlány 61-71 és Debrecen Atomerőmérsek 90-82. A tabella élén a Szombathely áll 21 győzelemmel. A Nyíregyháza 9 győzelemmel és 15 vereséggel a 11. helyen várja szombati paksi vendégjátékát. A negyedik helyen végzett a Magyar Kupában a Fátum Nyíregyháza. Német Szabolcs együttese az Érden lejátszott bronzmérkőzésen 3-1-es vereséget szenvedett a Békés Csabától. Nagyon-nagyon készültünk erre a mérkőzésre, és nagyon szerettük volna megnyerni, tehát mi tényleg győzni mentünk Érdre. Nem sikerült, több szempontból is bosszus vagyok, bosszusok a lányok is, mindenki itt Nyíregyházán most emiatt a mérkőzés miatt, mert az első szedben abszolút uraltuk a mérkőzést, és ott kicsúszott a végén a kezünkből.
Aztán utána az persze lélektanilag rányomta a csapatra, és ebben benne is volt a második szettünk, azt lényegében ott teljesen kapituláltunk, ott azt csinálta Békés Csaba velünk, amit akart. Utána nagy erőfeszítések árán visszajöttünk a mérkőzésbe, megnyertük, és egy nagyon kiélezett 17-17-ig egy nagyon kiélezett haladt negyedik játszmában ott a végén 2-3 labda megpecsételte a sorsunkat. Ennek ellenére 24-20-ról megint visszakapaszkodtunk, De már azt az extrát nem tudtuk a végén megcsinálni, ami azt eredményezte volna, hogy megnyerjük azt a játszmát, és ugye mérkőzésben maradjunk. Még egyszer csak azt tudom mondani, hogy nagyon sajnáljuk. Ez a fejezet is lezárult erre a szezonra. Fókuszálni kell most már teljes mértékben a rájátszásra, lépésről lépésre haladni. Most ugye következik a Kaposvár. És ugye reményeink szerint utána meg majd az elődöntő, tehát hogy először most még ugye a Kaposvárig tekintünk, és utána pedig majd megyünk tovább. Én hiszem, hogy a csapat az be fog kerülni az elődöntőbe, ott meg majd megint, hogyha majd abban a fázisában leszünk a naptárnak, akkor ott meg majd megint a Békés Csaba következik. Háromszor legyőztek, háromszor le kell őket győzni ahhoz, hogy bajnoki döntőt játszunk utána. Hozzuk ki egálba, legyen 3-3, és akkor az azt jelenti, hogy a Fátum játssza a bajnoki döntőt. Ezért dolgozunk. Tehát most az elsődleges szempont az, hogy túlmenjünk a Kaposváron, és megcélozzuk a bajnoki döntőt. Utána pedig már egy szép tavaszi időjárás, már mindenki boldog, mindenki örül, azt meg már csak meg kell fejelni majd egy nagyon jó performanszal ott a döntőben, az már tényleg lutri, de most egy kicsit előre szaladtam, így, de nagyon szeretnénk. Tehát mi nem adtuk fel bármennyire is egy ilyen hullámhegyek, leginkább hullámvölgyek jellemezte szezon van jelen pillanatban mögöttünk, ennek ellenére se fogjuk azt mondani, hogy jó, ez a csapat negyedik helyre jó, mert mi nem. Mi profi sportolók vagyunk, profi stáb vagyunk, és ameddig a labdát fel tudjuk dobni és játékba hozni, addig hiszük, hogy a legfényesebb éremért is tudunk küzdeni. Tényleg mindenki ezért megróhat, megpecsételhet, hogy gondolom én ezt, egy ilyen periódus után, ami mögöttünk van, de még egyszer mondom, aki feladja, az követi el a legnagyobb hibát, mi menni fogunk a végéig, és majd ami eredményt elérünk, higgyék el, az lesz a legjobb eredmény. Mi küzdünk, hajtunk, mi a legjobbunkat akarjuk a pályára vinni, és hogyha az a bajnoki cím lesz ez elég, vagy a második, harmadik, vagy negyedik helyre, akkor annyi van a csapatban. Tehát azt, ami benne van a csapatban, azt mi igyekszünk kihozni. A Kaposvár elleni mérkőzés, pontosabban a Kaposvár elleni párharc, csak úgy, mint a többi három nyert meccs itt tart, az lehet három meccs, de lehet öt meccs is. Ugye pénteken lesz az első mérkőzés, Nyíregyházán megvan a pályaelőny, viszont azt szólták mondani, hogy egy csapat el akarja venni a pályaelőnyt valakitől, akkor leginkább az első meccsen lehet rá esélye, hogy készültök erre a pénteki meccsre és a többire. Ugye innentől kezdve legtöbb 15 mérkőzésünk van, erre kell fölkészíteni őket, de természetesen ugye a legjobb verzió az a 9 mérkőzés, amit mindenki szeretne, mert úgy lehet a lányokat a legjobban regenerálni, negyeddöntő, elődöntő és ugye a helyosztók között. Mi úgy készülünk, hogy a Kaposvárt az három mérkőzésből lehozzuk, de még egyszer mondom, fizikálisan a lányok úgy vannak felkészítve, hogyha ne adja Isten, akkor a negyedik, ötödik mérkőzésre sor kerülne, akkor azt is bírják. Ez mentálisan kell nekik helyre tenni. Kaposvárt eddig oda-vissza megvertük, én úgy gondolom, hogy kristálytiszta játékkal a Kaposvár kerete nem változott, a miénk változott, reményeink szerint erősödött azóta, sőt az utolsó mérkőzés óta, amit itt játszottunk, azóta ugye nem, azóta azok a csapatok alkotják ezt is, azt is. Most ugye tavaly még kollégám Vincent, az most annyira próbálja azt a meglévő játékos sorát rotálni, hogy ezekkel meglepetéseket okozni a csapatnak, de még egyszer mondom, maga a játékosok nem változtak, maga a játékosoknak a pozíciója próbálja cserélgetni, ezzel meglepetést okozni. Hál' Istennek már minden ilyesfajta puskaporát előtte, amivel tudna ellenünk meglepetést okozni. Azt nem tudjuk, hogy milyen felállásba fog felállni, kit hova fog pozícionálni, de mindegyikre tudunk készülni, mert ami változást be tudott iktatni, azt már beiktatta. Felkészülünk, lejátsszuk a mérkőzést, és reményeink szerint, ahogy mondtam, jövő hét csütörtökön már a harmadik mérkőzésen tudjuk abszolválni ezt a negyeddöntőt, és utána teljes mértékben készülni tovább, de ha nem, akkor se így van, mert a lényeg az, hogy a csapat oda kvalifikálja magát az elődöntőbe, és majd ott mérkőzzön meg a döntőbe jutásért, tehát ezt nem időre játsszák, ezt a párharcot, ki van írva öt mérkőzés, az öt mérkőzésen belül kell bejutni az elődöntőbe. De még egyszer mondom, azért nem szerint az lenne a legjobb, hogyha ezt három mérkőzésből tudnánk hozni, és kevesebb utazás Kaposvárra.
A sikeres fedett pályás bajnoki szereplés hatására nőhet az atlétikát választó fiatalok száma Nyíregyházán. Legalábbis ebben bízik Vas László szakágvezető. Készültünk arra, hogy itt lesz a fedett pályás magyar bajnokság, és hát szerettünk volna egyrészt a sportcentrumnak, másrészt pedig a városlakóknak bizonyítani, hogy a nyíregyházi atlétika mégiscsak egy meghatározó egyesülete a magyar atlétikának, és hát sikerült. Akik elindultak, azok tulajdonképpen egy kivételével mindenki a dobogón állhatott, négyen a legfelső fokon, egy a harmadikon, és volt egy nyolcadik helyezett atlétánk is. Tehát büszke vagyok rájuk, és nagy öröm számomra. A másik, ami szintén örömet okoz, hogy ebben a csodálatos létesítményben egy olyan magyar bajnokságot tudtunk rendezni, ami eddig még nem volt Magyarországon, hiszen meg tudtuk adni azt az ünnepiességet, azt a körítést, ami egy felnőtt magyar bajnoksághoz illik, és szükséges, hogy érezzék az atléták is, hogy az az eredmény, amit ők produkálnak, meg hónapokig, évekig készülnek a versenyekre, az a nézők előtt is megmutattatik, és jó eredményeket tudnak elérni. Adott egy nagyszerű létesítmény, vannak nagyszerű versenyzők, mi a cél a továbbiakban, bővülhet-e jelentősen az atlétika utánpótlás bázisa? Nagyon bízom benne, hogy igen, hiszen a nézők között nagyon sok városlakó volt, és láttam, hogy a szülők a gyerekeket is kioszták, és hát remélhetőleg, hogy azok a gyerekek, akik látták ezeket a versenyeket, a versenyszámokban a küzdelmeket, azok kedvet kapnak ahhoz, hogy atlétizáljanak. Már csak azért is, mert az atlétika minden sportág alapja, és ha nem is lesz belőle atléta, hanem valami más sportágban akarja kamatoztatni tudását, akkor is érdemes az atlétikával elkezdeni. Már tapasztaljuk azt, hogy maga a létesítménynek a szépsége, meg a külleme, meg azok a lehetőségek, amelyek a pályán biztosítottak, azok már vonzzák a gyerekeket, és egyre több fiatal gyerekkel tudunk dolgozni. Most több mint 200, körülbelül 220 gyerek van a felnőttekkel együtt természetesen, akivel edzőink foglalkoznak. Te már nem csak az atlétikával foglalkozó munka mellett végzed az edzéseket, ennek tükrében meglepetés volt számodra a bajnokságon elért harmadik hely? Előzetesen nem ezt vártuk. Ugye 5.-6. hely volt inkább a kinéző számomra, de ez harciasságból megnyertem ezt a bronzérmet. Úgy voltam vele, hogy most ez a hazai pálya kicsit dobhat rajtam, bennem volt az is, hogy talán egy kicsit teher is lesz, de szerencsére ez pozitívan jött ki, a közönség az nagyszerű támogatást adott számomra, és a többiek meg elhülyöcsölték. Ez megvannak írva a forgatókönyvek. Most ez a forgatókönyv volt, hogy lehet, hogy a nagybat ugrok, de 5.-6. vagyok, ennek viszont így jön eredménye, örültem, hogy ezt a bronzot én ezt megharcoltam élte. És a többiek megnyerhették volna ezt, mert láttam, hogy mennyire jól ugrottak, csak mindig valami rontás volt benne. Ez most nekem jött ki jobban, és vártam magamtól azt, hogy vissza tudok térni még. És nagyon örülök, hogy sikerült. Tehát ennyi edzés és munka és más kihívások mellett ez számomra egy arannyal ér fel. Milyen motivációt jelentett ez a folytatás, egyáltalán meddig tervezel? Nehéz megmondani, mert már 1-2 éve úgy vagyok, hogy most meddig csinálom, hogy vannak a sérülések, éppen most milyen állapotban vagyok. Most jelenleg jó állapotban vagyok. Érzem, hogy az edzés hiánya az azért, ami az eredményben is megmutatkozik. Szabadtére egy többet gondolok, többet szeretnék edzeni, máshogy szeretném beosztani az időmet kicsit az a munka mellett, és azt mondom, hogy ebben még van. Tehát itt főleg a bronz után is mondtam, hogy ne írjanak még le. Tehát jönnek a fiatalok, de én még itt vagyok, és pont az egyik kommentelőm volt nagyon kedves, hogy a hármasugrásnak szüksége van rád, Robin, ezt írta. És ez olyan jó lesz, hogy igen, tehát ezek ilyen kis löketek, ami azt mondja, hogy nem tudom, hogy meddig, de még ami, én nem fogom még feladni. Tehát amíg nincs egy olyan komoly sérülés, ami azt mondaná, hogy vége, addig én csinálom. Nem csak versenyzőként van közöd az atlétikához, hanem ha már említetted a fiatalokat, foglalkozó fiatalokkal. Így van, november óta vagyok a sportcentrumnak a serdülő gyerekedzője. Nagyon-nagyon szeretem csinálni, nagyon szeretem azért a kicsikkel dolgozni, azért szeretek velük dolgozni, mert már az alapokat el tudom bennük ültetni, és nem tanulnak rossz dolgokat. Én úgy vagyok vele, hogy nekem nagyon sok szakmai tapasztalatom alapján, ugye Béla Bátor nagyon sokat tanultam, és így át tudom menni olyan szinten, hogy 5-6 év múlva, amikor már olyan szintre kerülnek, hogy már tudnak versenyezni serdülőként, akkor már olyan szinten lesznek,
hogy jobbak, mint a többiek. És nekem ez a célom, így edzek velük, imádják az edzéseket, és kicsit élményként is fogják fel, még mert ugye gyerekek, 1-től 4-ig vannak nálam évfolyamban, alig várom, milyen a jövőben. Az országos bajnokságon természetesen ott volt a Magyar Atlétikai Szövetség elnöke is, aki elismerően szólt a látottakról. Kicsit, mint az első bálozók, úgy érzem magam, mert azért volt szerencsém már jó néhány felett csarnokban, szerte a nagyvilágban megfordulni, de itthon még nem. És mondom ezt mind annak ellenére, hogy azért itt voltak felett pályás világversenyek, csak ugye ez egy más jellegű helyszín volt. Ez az első a létesítmény, ami az év 365 napjában az atlétikát szolgálja, a magyar sportot, és ez nagyon jó érzés, mert ez ad egy megnyugvást, azt gondolom, nem csak nekünk, hanem leginkább a versenyzőknek, és ez sokkal fontosabb, hiszen ide bármikor el tudnak jönni, ha rossz az idő, ha jó az idő, minden körülményre fel vannak készülve, és minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy magas szintű munkát, felkészülést és versenyeket tudjanak végezni a versenyzőink. Lehet azt mondani, hogy most mindenki, aki él és mozog, itt van? Nem, és azért nem, mert ez egy magyar bajnokság. A Magyar Atlétikai Szövetség igyekszik megadni a rangját és a presztízsét. És ugye szintek vannak, tehát nem mindenki tud elindulni. Aminek egészen egyszerűen az oka, hogy a legjobbjainkat, és akik kvalifikálni tudnak, azokat már próbáljuk egy kicsit abba az irányba terelni, hogy szokják a nemzetközi versenyek hangulatát, mert ott percre pontosan mindenki van számolva, nem úgy melegítesz, ahogy megszokod a saját is környezetedben, és a többi, tehát ezeket ilyen szempontból is vizsgáljuk. Úgyhogy nagyon feszített menetrend van, és tényleg itt most a legjobbak, Magyarország legjobbjai versenyezhetnek. De nekem külön öröm, és azt mindenképp szeretném elmondani, hogy azért sokkal többen vagyunk ennél. Más nem mondjak, az elmúlt esztendőben közel 30%-kal nőtt azon gyerkőcök, fiatalok száma, akik valamilyen úton, módon kapcsolatba kerültek az atlétikával, és bízunk benne, hogy minél többen ötös maradnak a pályán. Bármit meg lehetne itt rendezni, de én egyelőre inkább abban gondolkodnék, hogy nemzetközi versenyeken kell törni a fejünket, illetve a fejüket a nyíregyházi vezetőknek is, meg nekünk is, és aztán meglátjuk. Ami a szabadtéri facilitást illeti, ott bármilyen korosztályos esemény ide tud kerülni. Nagyon sűrű évek előtt áll a magyar atlétika. Ha csak a 24-es olimpiáig nézünk, fedett pályás EB, szabadtéri VB, EB, egy 23-as budapesti szabadtéri világbajnokság. Mennyire feszített ez a menetrend? Feszített, de így jó, meg úgy szép az élet, ha zajlik, szokták mondani. Én örülök neki, mert nincs üres járat, és a versenyzőink és mindenki, mi is rá vagyunk kényszerítve arra, hogy napra készek legyünk. Ez az év is fontos, ugye most már kifele jövünk ebből a Covid nevezetű borzalomból. Korosztályos világversenyek lesznek, VB van, EB van, néhány év múlva felettpályás világbajnokság, szóval mindenki megtalálja és meg tudja találni a lehetőségeit és a számításait, és aztán mondanám, hogy utána arccal a budapesti világbajnokság felé, de már most is arccal a budapesti világbajnokság felé vagyunk, és én azt látom, hogy a versenyzőink is, még mindenkinek ez a legfontosabb és ez a prioritás, és mindent ennek rendel alá. Picit hazai vizekre vezve, elnök úr volt az Enyvi SC versenyzője, most is vannak nyíregyházi atléták a kiemelt atlétikai programban. Milyen szinten számít a nyíregyházi atlétikai szakágra, szakosztályra, szövetség? A nyíregyházi atlétika az mindig Magyarország meghatározó, magyar atlétika meghatározója volt. Magas szinten korábban is kiváló versenyzők voltak, és jelenkorban is vannak olyan tehetségek és olyan atléták, akikre számítunk. És én bízom benne, hogy ez a szám ez majd nőni fog. Ilyen körülmények között ennek csak nőni szabad, csökkenni semmiképpen sem. És bízom benne, hogy a legjobbak, akik most ott vannak a legjobbak között, azok is eljutnak olyan magasságokig, amiket annak idején, esetleg a pályafutások elején célul tűztek ki. Kevés hazai kosárlabdaedző mondhatja magáról, hogy a német Bundesligában dolgozik. A nyíregyházi Jakab Máté a Bamberg szakmai stábjának tagjaként igyekszik minél többet tanulni és öregbíteni a magyar edzők hírnevét. Nagyon régi vágyam volt már, hogy egy meghatározó bajnokságban próbáljam ki saját magamat, és igazából hosszú kapcsolatok, kutatás és kitartó szorgalmas munka eredménye lett az, hogy sikerült ebbe a német bajnokságba kikerülni.
a Bamberg csapatánál dolgozol, milyen helyet foglal el ez a csapat a német első osztályú bajnokságban? Gondolok itt a múltjára és a jelenére is. Igen, ez egy nagymúltú német klub, kilencszeres német bajnok együttesről van szó. Korábban ugye az Euroligában is szerepelt a csapat, ráadásul olyan neves játékosokat sikerült adni a Bambergnek, akár az észak-amerikai profi kosárlabdába is, mint Brad Wanamaker vagy Nicolo Melli, így egy igazi tradicionális egyesületről van szó. Jelenleg a 10. helyen vitézkedünk, küzdünk a rájátszásért, mint minden más csapatot Európában, minket is a Covid, illetve a sérülések meglehetősen sújtottak. Milyen feladatok hárulnak lát a csapat, nem milyen pozícióban vagy? Én vagyok a csapat másodedzője, nagyon szerteágazó feladataim vannak, segítkezem az edzésekben is, igazából bármiben segítek, amit a vezetőedző ránk ruház, illetve megbíz minket. Rengeteg a háttérmunka egy ilyen egyesületnél, rengeteg és nagy hangsúlyt fektetünk az ellenfél feltérképezésére, úgyhogy nem unatkozom. Magyarországon több csapatnál is dolgoztál, többek között az egyik ilyen csapatnak számító Szolnoknál, amely nemzetközi kupákban is szerepelt. Mi a legnagyobb különbség a két ország kosárlabdája, a két klub felépítése, meg egyáltalán a sportág megítélése között? Azt gondolom, hogy nagyobb apparátus dolgozik a csapatok körül. Maga a munka egy kicsit jobban van, azt gondolom, hogy elosztva. A bajnokság szervezettsége eszméletlenül kimagasló, úgyhogy ezeket a faktorokat mindenképp tudnám említeni, de nagyon boldogan és nagyon jó emlékkel gondolok vissza az itt eltöltött időre is. Mennyire kíséret figyelemmel a magyar bajnokságot, ugye 5 év szünet után Nyíregyháza is most már az A csoportban szerepel? Egyrésztről szakmailag is figyelemmel kísérem, hiszen minden évben a német bajnokság egy jó felvevő piaca a magyar bajnokságnak. A tavalyi esztendőből is azt hiszem, hogy 3, illetve 4 játékos a Bundesligában pattogtat idén, és másrészt is figyelem a magyar bajnokságot, hiszen azt gondolom, hogy a nyíregyházi kosárlabda idén nagyon jó kezekben van, hiszen Pető Ákos és Mohácsi Máté irányításával jó kezekbe került a nyíregyházi kosárlabda élet, és nagyon örülök, hogy újoncként kiemelkedő 8 győzelemmel áll a csapat, és komoly, minden héten komoly pozíciókért van harcban. Te meddig tudsz tervezni Bamberben, Németországban? Erre az évre szól a szerződésem. Ugye most indul a bajnokság, illetve a szezon 3. etapja. Jelenleg ugye válogatott szünet van. Néhány nap pihenőt mi is adtunk a csapatnak, és innentől kezdve ráfordulunk a bajnokság legizgalmasabb, illetve legfontosabb szakaszára, hiszen nekünk még az alapszakaszból 14 mérkőzésünk van hátra, és úgy gondolom, hogy itt tavasszal elkezdődik a jövő szezon tervezése is. Picit tovább gondolva a bajnokság végénél, nyarant a 3x3-as női válogatottnál volt szereped az elmúlt években, így lesz ez az idén is. Nem tudom még egyelőre, hogy mi lesz a válogatottnak a sorsa. Az biztos, hogy ha a külföldön maradok, és továbbra is akár a nemzetközi kosárlabdázásban képzelem el magamat, akkor lehet, hogy a válogatott kicsit összeegyeztetetlenné válik. Ez majd a közeljövőben el fog dőlni a 3x3 válogatott sorsa. Ennyi fért a mai sportszeretbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!